Istennel a hazáért és a szabadságért. Így hangzott egyik szabadságunk jelmondata, ebben áll a magyar virtus. Ennek jegyében küzdünk az önrendelkezésért, és védekezünk az unió vezetésének elfogult politikai támadásaival szemben. Önök büntetnek minket, nem fizetik ki a nekünk járó pénzeket, és a határvédelmi költségekhez sem járulnak hozzá. A magyar elnökség programját is bojkottálni akarták, pedig fontos kérdéseket vett napirendre. A migrációs és a demográfiai krízis Európa pusztulásához vezethet. A versenyképesség és a mezőgazdaság helyzete kritikus. Az európai emberek azonban világos üzenetet küldtek önöknek az elmúlt hetek tagállami választásain. Nem kérnek a tömeges migrációból, az öngyilkos zöldítésből, az aberrált genderideológiából és a háborús őrületből. Ha Európa jövője fontosabb lenne önöknek, mint a globális pénzügyi elit érdeke, akkor a magyar utat követnék, megvédve ezzel Európát a pusztulástól. Önök elárulták az európai embereket, mi viszont harcolunk értük is. Ezért Magyarország miniszterelnökét is arra kérem, álljon ellen a nyomásnak, és biztosítsa a magyarokat, hogy nem lesz migránstábor a hazámban. Köszönöm.